Minden szentek és halottak napja alkalmából Karcagváros vezetése ezúttal is megemlékezett halottairól. A hagyományoknak megfelelően koszorút kaptak a két világháború karcagi halottai, valamint a város elhunyt polgármestere is. A nyugati kereszténység liturgiájában a 8. századtól él a halottak, a halottakról való megemlékezés kultusza. Az őskeresztények földi maradványait a katakombákból átvitték a római Panteonba, ettől az eseménytől számíthatjuk minden szentek ünneplését. Ez november 1-e, amikor a nyugat keresztény egyház mindazokra emlékezik, akik bejutottak a mennyek országába. Karcagon a több éves hagyományoknak megfelelően a város vezetése ezúttal is megemlékezett halottairól. Sári Kovács Szilvia alpolgármester és Rózsa Sándor jegyző helyezte el a megemlékezés koszorúit az első és a második világháborúban hősi halált halt karcagiak emlékművénél, az elhunyt Leventéknek állított emlékoszlopnál. Megkoszorúzták az elhunyt korábbi karcagi polgármesterek síremlékeit is, így a 2020. júniusában elhunyt Dobos László sírját is.